Első fejezet Szeretnék világhírű lenni. Sok a pénzem, kevés a leleményességem. Minden jó ötletet örömmel fogad, megnyerő ifjú, aki elvesztette életkedvét. Válaszok. Első számú levél. hirdetését olvastam, és közlöm önnel, hogy elveszett életkedvének becsületes megtalálója vagyok. Hat évig Bostonban, mint a villamosszék áramelindítója működtem, amíg egy alkalommal kaucsuk miatt rövid történt, és az elitét áramhiány következtében nem szenderült jobb létre, illetve a rosszabb létben a szender mellőzésével ébren maradt. Sajnos kivégzés nem lehetséges áldozat nélkül, és így nyugalmas állásomból nyomban röpítettek. Legyen szabad ennyit a kaucsuk manzsettánról. Ezután természetesen a filmnél kerestem elhelyezkedést, mivel szakképzett nyerges mester vagyok. állítólag a Kabul jeleneteknél ilyenre szükség lehet. Így lettem tehát a Paramountnál, kerékpáros kifutó, ám hamar megnősültem, úgyhogy ma virágzó, de alig jövedelmező kertészetem van Oklahoma államban. Nevem Svakta Szokratész, vagy Knap, ahogy tetszik. 45 éves, özvegy ítéletvégrehajtó vagyok, aki úgy érzi, hogy még tartogat számára valamit az élet. Hirdetését olvastam, és ajánlatom a következő. Ön világhírű lehet, ha örökbe fogad, és nekem ajándékozza vagyonát. Azután gyalog vagy úgynevezett roller nevű játékgörgőn elzarándokol Kalkuttába, és útközben mindenhol azt hirdeti, hogy a nyers koszt csodákat művel. E marhaságnak híre menne, nevét megismernék a világ minden sarkában, mivel így szólna az emberiség? No, lám csak! Értesítsen, hogy melyik vonattal vár egy 45 éves nyugalmazott ítélet végrehajtót, aki úgy érzi, hogy még tartogat számára valamit az élet, és 72 szabályszerűen végrehajtott, igazolt kivégzést mutathat fel. Az ön embere vagyok. Üdvözli Svakta Szókratész, vagy knap, ahogy tetszik. Kettes számú levél. Uram, világhírűvé lenni gyerekjáték. Feltaláltam a gyermekeid játszva gyilkolnak nevű csörgőre, kereplőre és kisvasútra alkalmazható tetszetős gyerekjátékot, mely egyben légyölő. Két légy súlyától a szerkezet működés bejön és lecsap. Finanszírozzon ön, és nevemet Edisoné mellett önét az én nevem mellett emlegeti az emberisége találmány révén, amely két legyet pusztít el, és egy csapásra világhírővé teszi. Hármas számú levél. Akar ön világhírű lenni? Azt szeretné, ha csodálnák és tisztelnék? Ha milliók emlegetnék a nevét, és hajlandó ilyesmiért jelentős pénzösszegeket áldozni, szerintem ez egy nagy marhaság öntől, minden tisztelet nélkül, bék, természeti természetimádó, mormon prédikátor, a mazdaznan egyesület dalárdájának baritonistája. Négyes számú levél Csekély szolgáltatás fejében világhírű lehet. Mi az érvényesülés titka? Gondosan tanulmányoztam Napóleon, Tolstoy, Chaplin és D. S. Vinton életét. E nagy emberek azért lettek halhatatlanná, mert bájókkal lenolajat használtok kopazodás ellen. Akar ön fogalommá válni, mint Rasputin, Beethoven, Shaw, Pasteur és D. S. Winton? Használjon bájókkal lenolajat, gyártja D. S. Vinton mérnök 24 Brooklyn ötös számú levél. Ha ön gyorsan és jutányosan világhírű úhajt lenni, olvassa el főművemet, hogyan élhetünk gazdagon, sikeresen és egészségesen. Szíves megrendelését a bosztoni beteg hajléktalanok szeretett kórházába várom. Sőt, elvárom, mert öt hónapja beteg, családos embertársán segíteni kötelesség. Kiváló tisztelettel. eh Huberton, a hogyan éljünk gazdagon, sikeresen és egészségesen című mű szerzője. Utóirat. Másik főművem. Karrier, erő és egészség, lélegzés, gyakorlatok és svétorna útján. Ugyanezen kórház címén megrendelhető. És így tovább. És így tovább. Képtelennél képtelenebb feleletek, egyik butább, mint a másik. Dombán nőtt a sok válasz, és valamennyi merő ostobaság. Sajnos nincs megfelelő, szólt Theobald Lincoln, miután az utolsót is elolvasta. A karszék előtti félméteres levélhalom megmozdult, és előbújt alóla egy betemetett titkár. Sejtettem. Az emberek nem túlságosan leleményesek, Mr. Theo, közölte a felbukkant. Így mondta Mr. Theo, Mivel ezt a fiatalembert alkalmazotta is nevezték másképpen, csak Teobaldi tekintélyének roncsaiból kedélyesé restaurált keresztnevé. Hogy mégis alkalmazták a Mr. megszólítást is, ez csak azért volt lehetséges, mert némi tisztelet, a néki személyesen nem is, de millióinak csak kiárt környezetétől. A fiatal ember ugyanis milliómos volt. Egyénisége három pregnánsan jellemző együtthatóból állt. Úgy, mint szeplős arc, vörös haj és mélységes előítélet mindenféle tevékenységgel szemben. Szóval hiába akarom szépíteni az ügyet, valljuk be férfiasan, ez a fiatal ember roppant lusta volt. Különben kellemes ifjúnak mondták. Szüntelenül vidám arca, felületes életfilozófiái, széles válla, derűs kék szeme, jó ízűen rokon szemvesítették, és külseje még az esetben is előnyösnek számított, ha a hölgyismerősei azt játszották, hogy melyikük szeretné Teót, amennyiben nem volnának milliói. Legutóbb azonban mennyasszonya keletkezett, egy váratlan Heveny lelki életből kifolyólag, és pedig Charlotte Duchamp, a Franciaországból importált elsőrangú művésznő, aki a Broadway egyik előkelő orfeumában, haláltánc néven eljárt agóniájával olyan művészi érdeklődés keltett, hogy szereplésétől az üzempesgő fogyasztása mintegy 30%-kal fellendült. Mr. Theo a Pacific Ocean Trust vezérigazgatójának fiaként született, és ezt úgy értelmezte, hogy elegendő napi működés számára, ha unalmának előzését tűzi ki élete céljából. Eleinte csak az unaloműzés vezette Charlotte Duchamphoz, később azonban egészen komoly és heves éjszakázással fajultak érzelmei a művésznő következtében. Charlotte? Elveszem feleségül magát, mondta egy napon a milliómos. De a művésznő, rácáfolva a könnyen elképzelhető feleletre, így szól. Mit kezdjek egy emberrel, aki csupán milliómos? Azt hiszi, hogy ez minden? Igen, felelte őszintén a fiatalember, mivel csak ugyanezt hitte. Téved! Az én férjemre nem mondják, hogy pénzes zsák. Legyen tekintéje és pozíciója. Dolgozzon valamit! Nem tehetem. Felelte Mr. Teó. Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját. Igen? Akkor ne is álmodjon róla! A fiatalember szerelme azonban nem ismert akadályt. Keresett valami középutat, hogy a tekintély is meglegyen, és a munka se váljék szükségessé. Mr. Thorn, kérdezte a titkárát egy ilyen tájékozódó, szomorú estén, mit tegyen valaki, ha nem akar dolgozni, és mégis szeretné bizonyos fokig megindokolni állandó jelenlétét a világon. A titkár markáns, barázdált arcát dörzsölte az állak Emmanuel Ton száraz ember volt, flegmatikus és álmos hangú. – Mondjuk, – ajánlotta megfontoltan, – alapítson egyesületet azzal a címmel, hogy – a munka nem szégyen, de unalmas. Az Egyesület éjjel-nappal terjeszteli programját. Senki se dolgozzék, akinek a munkájára nincs szükség, vagy nem a megélhetéséhez kell pénzt keresnie. Ha ez megvalósul, úgy rohamos fejlődésnek indulna a világ. Áldás következne az emberiségre, és az önnevét együtt említenék Galileivel, aki szintén semmit sem dolgozott szerintem, mert csak unalmában figyelhette meg, hogy a föld Forrók. Stop! Ön csak a leghasznosabb ember a szolgálatomban. Bármilyen hülyeséget mond, eszembe juttat valami éppkézláb ötleted. Yes. Bólintott, és hiányzó, ritkult, vörhenyes pillákkal bóbiskoló szemhéjait megelégedett lecsukta. Fő, hogy az ember valami módon nélkülözhetetlenné váljék. Eredmény a munka értéke, mert a legértékesebb munka sem alibi, és nem menti az eredménytelenséget. Hm. Azt hiszem, most nagyon jót mondtam. Engem is meglep. Lehet, hogy megküldt valahol. Az ideán minden esetre elsőrendű. Világhírű leszek. Az egyetlen mód arra, hogy valaki munka nélkül jólétben élhessen és ne kritizálják. Senki sem kutatta, hogy Edison dolgozik -e, amikor éppen nem találja fel az izzólámpát, a gramofont vagy más félét. Vagy kitörődött azzal, hogy Darvi munkálkodik-e állandóan, miután úgy vélte, hogy felmenő ági majmokkal tartunk rokonságot. Holnap közzé tesz a lapokban egy hirdetést. Nem tetszett a titkárnak. Mindig küzdöttem az ellen, hogy egy gentleman a nyilvánosság előtt szerepeljen. De ő makacsember. Feladom hát a küzdelmet és a hirdetést. Így történt. Ám az ostoba válaszlevelek meddő eredménye után Mr. Theo feltette, hogy érintkezésbe lép ama zord atyával, aki már sokkal régebben magáévá tette Charlotte dusan felfogását a munka fontosságát illetően. A fiatal ember kész volt rá, hogy enged a sok rábeszélésnek, és belép a céghez. Mr. Torn. Köszön össze a paciotival! Jellemző volt ez is Mr. Teó egyéniségére, hogy a komoly, hatalmas Pacific Ocean Trust vállalatot természetéhez mérten a rövid, pacioci megjelöléssel illette, mint ahogy kedves póni lovacskát édesgetnek undok cuppogással. Rossz szivarra gyújtott, mivel előrevetette árnyát a nehéz munkával kapcsolatos jövendő, amikor ugyanúgy fog élni, mint most, de joggal korholják majd naponta. A paci, oci, Mr. Teó, szólt a titkár, és átadta a telefont. A fiatalember szokott meggondolatlan módján belehadarta a kagylóba. A papát kérem, mit Teó beszél! A házi központ Leót értett, és kapcsolta a portást, akinek ilyen néven húsz éves fiúgyermeke volt. Érdes hang kiáltott Mr. Teóra, Na meg lehet egy csirkefogó. Egy órája ülök itt nadrág nélkül. Az hogy lehetséges? Úgy, hogy nincs itt a nadrágom. Azt akarod, hogy megfázzam? Isten őriz. Felelte ilyetten a milliómos, mert szerette embertársait. Máris náthám lett. Hát nincs ott valami ágyterítő, amivel takarozni lehet? Te postoba alak. Ágyterítőben nem lehet az előcsarnokba menni. Az biztos ha öt perc múlva még mindig nadrág nélkül ülök itt, akkor beverem a fejedet! Ö, már is intézkedem. Halló! Halló, az alsó felhajtásra tétes bérés anyagot, mert kirojtosodik a sárban. És a vasalás olyan legyen, mint a borotva éle, mert megemlegeted a kezem járását. Miután a portás, akinek Leo néven húsz éves fiúgyermeke volt, dühösen lecsapta a kagylót, Mr. Teo csengetett, és erre megjelent Sigorski a lakáj. Azonnal elviszi az egyik nadrágomat a paciócihoz, szólt a milliómos. De olyan legyen a vasalása, mint a borotva él, mert a portásnak lesz, és ha nincs megelégedve, úgy súlyos testi fenyítésben részesülünk. Az alsó felhajtása tétessen bérésanyagot, mivel kirojtosodik úgy. Mondja neki, hogy üdvözlöm, és ha kell a kabát is, csak telefonáljon. Sigorszki a lakály, valaha átért egy vasúti katasztrófát, és ennek következtében félszemű és félveszület. Általában egészséges korából csak megbízhatatlansága és pontatlansága maradt a régi. – Mr. Theo? – kérdezte lassú orhangon emelt fővel. – Miért rajtosodnak ki a nadrág? – hiszen ilyenkor autón közlekednek az emberek. – De a pacióci portásának nincs autója. Hmm, – igaz, ez sem helyes. Ugorj a nadrággal Chryslerékhez, és vásárolj szegénynek egy sportkocsit. Mr. Baruch T. Livingstone a portás igen meglepődött, ön belépett fülkéjébe a féleszű és félszemű Sigorszki egy nadrággal és egy hat hengeres Chrysler sportkocsi vételét igazoló kötlevéllel. A dühös atya megfogadta közben Mr. Teó tanácsát, és az ágyterítőbe burkolózva ült az ablaknál. Kezében az elnöki dolgozó tanácskozás folyik, csendet kérünk feliratú alkalmi táblájával, hogy Leó nevű fiát jó fejbe üsse, amikor késve bár, de mégis elhozza az áhított ruhadarabot. Fogalma se volt arról, hogy ez a veszély nem fenyegeti, mivel a fia délben felcsapott matróznak, Elítta a műtömés árát, és fél órája útoman a nadrággal havaj felé, ahol illatosak az éjszakák, tüzes szeműek a nők, továbbá zeng a gitár, ha a tangó szövegíróknak még hinni lehet, ami elég kétséges. Azt üzeni a gazdám, jelentette Sigorszki, hogy most már nem fog kirojtosodni a nadrágja, mert vásárolt önnek egy öt literes kocsit. A portás álmélkodott. Amennyiben ez a szó a csodálkozás és az ájulás közti különleges, hökkent állapotot eléggé híven kifejezi. – Kicsoda ön? – hebegte. – Roland Sigorski. Nemrégiben beszélt a gazdámmal egy nadrág ügyében. – Nincs szerencsém. – Talán közelebbit szíveskedne, hogy kicsoda ön. – Kérem. – hüvesen bólintott, és már is felmondta. Születtem Ugyesszában, 42 éves múltam, és mint papagalosz nyugdíjazott görög állomásfőnök hajdani főlovász mestere kerültem az államokba. Íme a nadrág fogja uram. – Bocsánat, de <té> itt tévedés lesz – ámuldozott. – Én nem… Beszéltem soha az állomás főnök úrról Nem vette rossz néven. Legalábbis nekem nem említette. Szófukar ember volt az öreg. Tessék, itt a kötlevél is. A nadrág vasalása különlegesen éles. B Bizonyos ön abban, hogy nem téved? Magam vasaltam, de ha óhajtja, még egyszer kivasalom mivel a gazdám szeretné elkerülni az önkilátásba helyezett inzultusait. Fogja, uram. A portás szédelegve állt. Sigorszki még közölte vele, hogy milyen számot hívjon, ha szüksége volna a kabátra is, és távozott. Baruch T. Livingston szájtátva álltott. Egyik kezében a nadrág, másik kezében a kötlevél, lábainál a lehullott ágylepel, és úgy festette jelenésszerű, de mérsékelten díszes pózban, mint valami különlegesen modern festőműve. Ekkor azonban megjelent a személyzeti főnök egy kövér emberrel. Bemutatom magának az új portást, Livingston, közölte kedélyesen, hogy ne ingerelje a beteget. Ön megfeledkezik arról, hogy valaki a bank elé is kell. Ön felveheti azonnal a fizetését. Ön nem vehettem fel azonnal, csak másodszorban. És először is a nadrágot vette fel a nadrág fizikai igazságának tudatában könnyedén és egykedvűen kettészakadt. szakadt. Mr. Theo megfeledkezett arról, hogy a portás ülőfoglalkozása következtében erőteljes férfiú volt. Így hát Baruk T. Livingston nem tehetett mást, derekára csavart az ágyterítőt, és az új portás csodálkozva nézte, amint elődje, beül az épület előtt egy hatalmas autóba, és elrabog. Látja, Marvéd? szólt a személyzeti igazgató. Szorgalmas emberek így válnak meg néhány esztendő múltán a vállalattól. Az új portás nem tudta, hogy értse ezt. Nadrág nélkül, vagy autóval, vagy elmebetegen. Ez azonban már nem tartozik regényünk tárgyához. Az epizód csak annyiban bír jelentőséggel, hogy ha a portás nadrágja nem lép az események észszerű sorrendje közé, akkor Mr. Theo bejelenti atyának szándékát, és mint jellemes ember nem mondja vissza többé. Így azonban későbbre halasztotta tévesen kapcsolt beszélgetést, és hálószobájába ment, hogy ledőjön kissé. Ám ezzel már elindult élete rakéta sebességgel, visszavonhatatlanul és végérvényesen, egy kacskaringós fordulatokkal dús pályán, elképesztő kalandok és őrültsége között. 10. 45 kor határozta el, hogy aludni tér, és 11.20-kor már együtt reggelizett jó ízűen, a ma régóta porladó halottal, aki minden bajnak okozója lett.